Sziasztok! Nagy-nagy szeretettel üdvözöllek benneteket egy újabb videóból és Ljubljanából egyúttal, azaz Szlovénia fővárosából. Nagyon nehéz egyébként megcsinálni egy ilyen kezdősnittet, mert itt most hirtelen nagyon sok mindent kellene mondani, de kusza összevisszaság lehet belőle, mert az ember pontosan nem is tudja, hogy hol kezdje, és a többi, kell valami logikai sorrendet is felállítani. Szóval ez ismét egy teljesítménytúra lesz, egy 600 kilométeres. Na most erre rögtön mondhatnátok, hogy de hisz a múltkori ezres volt, mit akarok én itt egy ilyen kis csíra 600 kilométeressel? Na most ez egy szuper randonnél 600-as lesz. Ezt sok ország meg szokta rendezni, pontosabban ez egy ilyen permanens brevé, az év folyamán lehet jelentkezni rá, bármikor elkezdheted, ilyen egyéni jelleggel. Nyilván vannak ennek szabályai, le kell előtte egyeztetni a helyi randonnél közösséggel, hát ugye jelen pillanatban a szlovénekkel, én a szlovén randonnél klubbal elég jó viszonyban vagyok, úgyhogy meg is beszéltem velük a dolgot. Nem nyugtattak meg, azt mondták, hogy lehet, hogy az elmúlt néhány csapadékos hónap, illetve a tavalyi nagyobb csapadékos ilyen, hát voltak ilyen katasztrófa jelleggel hirtelen esőzések, és bizonyos kisutakat elmosott a katasztrófa tavaly, meg hát idén is vannak kisebb gondok. Szóval lehet, hogy le lesznek zárva egyes útszakaszok, úgyhogy próbáljam meg, lesz, ami lesz alapon. Az ellenőrző pontok megvannak, a telefonomon meg tudom nézni, szépen PDF-ben letöltöttem. Az ellenőrző pontok tulajdonképpen helység, név, táblák vagy hágótáblák és időbélyeges fotót kell készíteni róla, illetve majd a trekket is bekérik és elemzik. Szóval 600 kilométeres, de szuper randonnél. Ilyet Magyarországon nem nagyon csinálnak, nem is nagyon fognak. Magas hegységi viszonyok kellenek hozzá ugyanis. A lényeg az ennek a Super Randonnél műfajnak, hogy a 600, legalább 600 kilométeres távon, ugye ebből lehet ilyen 610-620, ezen minimum 10 ezer méter szintkülönbségnek kell lennie, országa válogatja, hogy éppen mennyi. Szlovénia nem egy síkvidéki ország, középhegységek, dombságok és hát bizony magas hegységi szakaszok bőven akadnak. Itt könnyedén meg lehet rendezni egy ilyen Super Randonnél 600-ast. A szlovén verzióban hát olyan 10.500-11.000 méter közötti szintkülönbség jut erre a 600 kilométerre. 1600 méter tengerszint feletti magasságban lesz a teteje. Tehát benne lesz a legmagasabb közúti hágói Szlovéniában a Vrisic, de számtalan 1000 méter fölötti helyszín, meredek emelkedők, tehát nagyon komoly emelkedő és nagyon sok. Tehát mondjuk 2000 méteres hágók nincsenek benne, de sok 1000 fölötti, 600 kilométeren bőven meg lesz tehát ez a 10.500-11.000 méter szint, nagyon nehéz lesz. Elvileg 60 óra a szintidő, régebben 55 volt, ezen központilag Franciaországból szabályoztak, közben 60 órára növelték, mert viszonylag sokan nem értek célba időben. 55-öt 60-ra módosították, illetve nem teljesen világos a számomra, azt hiszem, hogy van ebben valami különbség is, hogyha mondjuk több szintet tartalmaz, mondjuk ilyen 13.000-et, 14.000-et, akkor na mindegy, nem tudom pontosan, én a régi 55 órás szintidőhöz akarok alkalmazkodni, tehát ezt tekintem saját magamra nézve szintidőnek, mérvadónak, ezt fogom alapul venni. Ehhez terveztem meg a stratégiámat, tehát 55 óra. Egyébként az alap 600 kilométeres BRM 40 órás szintidővel rendelkezik, azokban ilyen 5-6, maximum 7000 méter szint szokott lenni, tehát ebből is látszik, hogy mennyivel komolyabban kell venni a magas hegyi viszonyokat. Tehát 55 óra. Kicsivel több, mint két nap tehát. 10 óra, 10 percet fogok mondani akkor a szlovén
szervezőknek, meg is csináltam a kezdőképet, rajta van az idődélyek 10 óra 10 perc. Meg akartam csinálni még itt a kezdősnittet, és közben mondok egy csomó mindent. Egyébként viszonylag jó idő van, de nincs túl meleg. Kisöpörte a kicsit hűvösebb, csapadékosabb idő a környékről a melegebb levegőt. A júliai Alpok felől eléggé felhősödik, másik irányban meg nagyon kék az ég. Viszonylag jó idő lesz, de nem úszom meg valószínűleg az esőt. Az eső most éjszaka, illetve holnapi nap folyamán fog megtámadni, de nem lesz nagyon nagy intenzitású eső, már amennyire az előrejelzés helyes lesz. Éppen ezért viharkabátot, illetve hát azt a poncsómat, amit múltkor az ezresen használtam, azt nem is pakoltam el, de van nálam esőkabát persze. Sok éjszakai szakasz, sok nappali szakasz, rengeteg szint, sok emelkedő, sok lejtő, és hajnaltájban főleg, hát éjszaka és hajnaltájban inkább így mondom, pedig elég alacsony hőmérsékletek a hegyek között. Talán lehet, hogy lesz plusz ilyen 3-4-5 fok, tehát lehet, hogy ilyenre is föl kell készülnöm. Tehát ruhával is azért nem ártott tervezni. Tehát Ljubljana északi részén vagyok itt a starthely, ez a ljubljanai kemping, és hát gyerekek, egy szép kör, ilyen amőba alakú, tehát ilyen kanyarog össze-vissza, tehát itt Ljubljanában lesz a cél is. A magasságdiagram az, mint a fűrész, rengeteg nagy foggal, 10.500-11.000 közötti szintkülönbség. Nem is nagyon tökölhetek, mennem kell. Gyerekek, fogy az időm. És akkor a teljesítmény túra első méterei, azonnal átkelés a száván. Ez a nem lebecsülendő méretű folyó, ez viszonylag természetföldrajzi szempontból ilyen kis főszereplője lesz ennek a túrának. De nem csak ezzel a folyóval fogok találkozni egy ekkora körön. Ljubljana, tehát Szlovénia fővárosa, nagyon kicsi főváros, tehát mondjuk Budapesthez képest rettentően apró. Nagyon szép, egyébként megmutatnám nektek szívesen a belváros, csak hát most erre nincs lehetőségem. Hát lehetőségem az van, időm nincs, így fogalmazok. Az első ellenőrzőpont 43 km, Zdenská Vas falu, ott kell majd a táblájánál csinálnom egy fotót. Szeretem Ljubljanát, meg elég kerékpáros barát város, de azért ideje lenne magam mögött hagyni, hogy tudjak valami tempót nyomni. Még akkor is, hogyha most egyébként nincs olyan nagyon nagy forgalom, lehet, hogy ki is kéne mennem az útra, de most a snit miatt itt jobban tudom rögzíteni.
Na szóval akkor most egy picit ilyen dél-keleti irány. Super Randonio 600, tehát szintgyűjtés a tét. Az akadályok alapvetően nagy emelkedők, hágók. Szóval mindenképpen hegyvidékeket kell, hogy érintsen még hozzá. Ilyen szintmennyiségnél már közép és magas hegyvidékek, minél több magas hegyvidék. Az első a Száva hegység, ami a Száva partján terül el, hát ez gondolom nem meglepő. Na, kezdek bemelegedni, úgyhogy lassan nyomom is a tempót. Szlovén utak egyébként sokszor nagyon keskenyek. Ha van egy kis forgalom, akkor már időnként olyan kényelmetlen a dolog. Na, hát eddig nem volt szint, de táv se nagyon. Megjelent a távolban a hegyvidék. Kíváncsian várom. Na hát egy ideje így csámborgok jobbjon a mellett. Igazából ilyen, hát ilyen külvárosias részek, de közigazgatásilag már nem jobbjon a részei, tehát teljesen fővárosa, teljesen összenőtt falvak, kisvárosok. Nem is túl kényelmes a dolog, mert piros lámpák, kereszteződések, stb. Na de hát itt, látjátok, ez már ígéretes. Főleg ez itt szemben. Na most már lassan hegységben érzem magam. A Száva hegység földrajzi értelemben középhegységnek számít, nincsen 1500 méter fölötti csúcsa. Tehát középhegység, de azért nem jó, hogyha az ilyen magyar középhegységi képek jelennek meg előttünk. Valahogy sokkal meredekebbek a hegyoldalak. Bizonyos helyeken bent a hegység belsejében olyan magas hegyi jellegű érzést kelt az egész. Sok 1000 méter fölötti csúcsa van. A legmagasabbak, az a legmagasabb néhány, az 1200 fölé nyúlik néhány méterrel. Tehát 1200 azért ez már nem lebecsülendő, de középhegység. Bemelegítőnek nagyon-nagyon jó. Látszik is egyébként a profilján, az útvonal profilján, hogy ilyen kisebb emelkedőkkel, sok, de kicsi emelkedővel indít ez az egész SR600, és aztán durvul be. Szóval lehet, hogy alacsonyak, de meredekek, és sok lesz belőlük. Szóval ez a Száva hegység. Néhány perccel az előző snitt után. Tehát bejöttem az első völgybe. Eddig nagyon a Ljubljanai medencében voltam, hát tulajdonképpen most is, de már a peremén vagyok. Tehát indulnak az emelkedők. Megkezdődik az, ami miatt ez SR600-as. Na erre most aztán nagyon kíváncsi leszek. Hogy bírom. Nagyjából egy kicsit többet, mint 20 kilométert kellett tekerni addig, amíg így elmondhatom, hogy most már úgy tényleg bent vagyok a hegységben, és emelkedőn megyek fölfelé. Folyamatosan nem meredek egyelőre. Most csak úgy bemelegítés szintjén van, de aztán majd hát, lesz másmilyen is. Egyébként így az egész útvonalat nézve, hát, talán mondhatom azt, hogy hemzsegni fognak a 10% fölötti szakaszok. Hát jól is esik így az elején, hogy még csak laposan. Na jó, de itt azért már megint csak, megindul. Jó van, ezt vártam. Tehát egy picivel több, mint 20 kilométer. És utána már ilyen. Kijöttem az erdőből, és ugye az előbb azt mondtam, hogy laposan kezd, na annak ott vége is lett. Most úgy nézem, egy kis lejtő jön. Ugye most még ilyen kis bukkanók
vannak, lesznek a nagyok előtt. De egyébként így a kicsik között is lesz durva, például Lipa-hágó. Hát, szeretnék ott lenni néhány óra múlva. Az már nem a Száva-hegység lesz. Száva-hegység nagyon nagy része erdős, de azért vannak ilyen tisztásosabb részek, állatoknak legelő, illetve a települések, amelyek, hát ahogy Szlovéniában általában véve, elég vadregényesek. Most még nagyon élvezem, és amire megyek most, amire hajtok, az az, hogy később is élvezzem, amikor már majdnem halott leszek. Ez most a célom igazából. Kell ennél jobb cél? 5 percre kiálltam. Benzinkút. Jó lehetőség egy kávézásra, meg betoltam egy kis édességet. Kicsit kaotikus volt a reggelem, még egy kávét szerettem volna inni, mert meg volt Ljubljanába is. De most így kicsit jobban érzem maga. Ittam egy üdítőt is. Hazudokkal azt mondom, hogy 5 perc. Ja, 6,5 perc volt kávé, de annyi baj legyen. Van egy kis szél, igazából nem is annyira kicsi. Nehezíti a dolgomat, de 1-2 órán belül nagy forduló lesz a körben. Hát kör, amőbaszerű kör. És akkor utána meg egy darabig segíteni fog. Holnap után lesz megint ellenszeles rész. Útfelújítások, útlezárások. Hát egyébként is kellemetlen, de teljesítmény túrán, amikor ketyeg az óra, akkor végképp. Alig hagytam el az előzőt, és már itt is a következő. Hát így nehéz lesz szintidőn belül beérni. Még hallom a munkagépeket magam mögött. Egész hosszú lezárás volt, de jól tudtam jönni. Még az autókkal is tartottam a tempót. Na de itt az első 10% fölötti rész. És jól mutatja azt, hogy na ha ilyenem van lezárás, és el kell indulnom magam tempójába, föl tartom az autókat magam mögött, akkor megállok, hogy elengedjem őket, de addigra meg már szemből engedik a következő adagot, amik rám jönnek szemből. Szóval csak síkon meg lejtőn legyen ilyen, de egyébként lesz emelkedőn is, ugyanis a Vrisics-hágó északi oldalában annak már utána jártam. Ott is komoly ilyen lezárások lesznek. Lehet meg kéne mászni éjszaka. Ja nem, pont nem úgy jön ki a lépés. Hát, akkor szívni fogok. Zdenska Vas. Ez az első ellenőrzőpont. Húj, de szép nagy hegyek. Na itt a táblánál kell csinálni egy fotót. Na meg is volt a fotó. Itt voltam eddig a legmagasabban, illetve pontosabban itt gurulva érkeztem ide a faluba, a falu előtt. Majdnem 500-on, ilyen 480 körül. Következő ellenőrző pont a Váce, az már egy hágó és 600 méteres lesz. Most persze legurulok is utána föl 600-ra. Annyi még tehát akkor így pontosításképpen, hogy 44 kilométernél vagyok. A 43 valamennyinél volt ott a tábla. Tehát most már 44, 95-nél lesz Váce. Tehát azért menni kell. Jó 50 kilométer. Lesz néhány bucka közben, hát látjátok milyen hegygerincek vannak itt. Most volt egy forduló az útban. Most egy kicsit hátszeles szakasz jön. Eddig nagyon ellenszeles volt. Máskülönben nagyon, nagyon szép, nagyon élvezhető a tekerés.
ott azért benne emelkedő. Egyébként még nem volt vészes, tehát erre a 40, jó, most már lehet 45 kilométer, 500 méter szint, hát még annyi se. Mondom, ez a bemelegítő, aztán jönnek a brutálisabb részek, de ott látom, látjátok ti is szerintem azt az emelkedőt. Tehát, hogy nem annyira később. Oda nézzetek, mit mutat a tábla. Hoppá, ez kapaszkodós. 15%, hát köszönöm szépen. Fantasztikus kis úton jövök most. Forgalom nem sok van, persze a kamera kedvéért most, hogy bekapcsoltam, jött is egy autó. Amit mutatni akartam, hogy a magasság ellenére eléggé magas hegyi jellegű tényleg. Ennek az is az oka, hogy a Száva-hegység a szlovén előalpok egyik hegysége, a keleti, méghozzá keleti vonulat, mert van nyugati szlovén előalpok is, a Juliai Alpok előterében. Ez a Kamniki Alpok előterében van tulajdonképpen, illetve ez, és kicsit északabbra fekvő társa, a Menina. Oda tartok. Tehát ezek itt a keleti prealpok, előalpok, Száva-hegység és a Menina. Az Alpok közelsége is azért nyom egy kicsit az éghajlati adottságokon, befolyásolja jelentősen. Nagyon szép! Csak ezt akartam mutatni. Valójában nem akarom túl gyakran bekapcsolni a kamerát. Itt előbb akkora kilátás volt, és a fenébe most már nincsen. Azt hittem, hogy itt is az lesz. Akartam mutatni, hogy merre felé megyek körülbelül. Egyik hegylánc a másik után. Gyakorlatilag a távolba belevesznek ezek a hatalmas hegyek. Na mindegy, hát majd mutatom akkor később. Na akkor most talán Krka település. Hát már annyira nem jó kilátás innen, de se baj, gyerekek, se baj. Most a Száva völgye felé ereszkedem le. Litia környékén vagyok már. Na, jó magasra följöttem, most egy egész hosszú emelkedős szakasz volt. Megdöntöttem a rekordot is, de csak néhány méterrel. Tehát megint így 500 alatt voltam egy kicsivel, de már néhány méterrel följebb. Látjátok, itt ilyen jó kis szerpentines ereszkedő. Az emelkedő is ilyen volt. És a Szávától északra fekvő hegységrész, az már még kevésbé viccel. Tehát ott komolyabb emelkedők lesznek, ott lesz a Váce is. Litia. Egyébként itt van Litia, környék legnagyobb települése. Gyakorlatilag egy köpésre. Megérkeztem Litiába. Hát nagy városnézést nem fogok csapni. Nincs rá időm se. És a Száva, megint átkelek. Ljubljanai indulásom óta harmadszor, mert ugye azt mutattam a közvetlen indulás után, aztán még visszatértem, egyszer azt nem mutattam, és akkor most megint az északi oldalára. Aztán jó darabig nem látom, bár a Száva-hegységben tekerek. Van benne víz most rendesen. Egyébként sem egy kicsi folyó, több mint 900 km hosszú. Ugye Belgrádnál ömlik a Dunába. A torkolatot az egyik filmemben meg is mutatom. Ilyen belgrádi kiruccanás alkalmával rögzítettem. És a Juliai Alpokban ered. Hát tulajdonképpen két ilyen kisebb hegyi folyó, a Száva Dolinka meg a Száva Bohinka összefolyásától számítják a Száva kezdetét. Litia után főúton kell jönni, most gyorsan bekapcsoltam a kamerát, mert egyébként elég forgalmas, vagy meglepően forgalmas, úgy mondom. Itt a Száva mellett jövök, egy kicsit
mindjárt elkanyarodom tőle. Ott van lent a folyó. Váce 6. Egyébként Litiánál voltam 85 kilométernél, és már majdnem 1000 szintnél, ilyen 970 körül. És most egy jó nagy kapaszkodás. Egyébként nagyon-nagyon legurultam itt. Ebben ez a nehéz most, hogy jóval 300, sőt 250 alá legurultam. Még Ljubljanában is a 300 körüli értékről indultam olyan, hát 300 alatt néhány méterre. Tehát most baromira legurultam, és innen kell visszakapaszkodni, most olyan 600 körülire. Nagy gyerekek, itt aztán szerpentinezik az út. De ahogy elnézem a GPS kijelzőjén, hát mint egy óriás kígyó úgy kanyarog. Mondjuk egyébként az a szó, hogy szerpentin, a szó szerint azt jelenti, hogy kígyó alakú. Hát a nézzetek. Hát szintgyűjtés. Ugye egy ilyen SR 600-asnál a szint, a gyűjtött szint a fontosabb adat, a kilométernél fontosabb adat, de persze hát a kilométereket is számolja az ember. Júj, ez kezd meredek lenni. Hát, ugye eddig is hegyvidéki volt, de fokozódik. Na, Váce tábla, ez maga a település, mondtam 95 kilométernél, hát inkább 96 ez már. Ez még nem a hágú, itt megy fölfelé az út folyamatosan. Település fölött van a hágú. Na, itt csinálok egy képet azért. Hát innen nézve komoly emelkedő ez. Úgy nézem, igen, ez a hágó maga. Tábla nincs hozzá, ahogy elnézem. De tényleg 600. A GPS-en egy kicsit kevesebbet mutat, 595, de annyi baj legyen. És 98 kilométernél vagyok már. Jó, kerekítsük 100-ra. Tehát az első 100 most a gurulásnál meg is lesz pillanatok alatt. 1350 szinttel, tehát az első 100-ra nagyon nem jutott sok szint. Ugye azt mondtam, hogy az 1-10-es arány megvan, akkor onnantól kezdve lehet komolynak tekinteni. Hát végül is ez megvan, 1-13-as is. De hogy kijöjjön a maradék 500-ra a maradék szint, hát itt komoly 1-20-as. Lehet, hogy lesznek olyanok, hogy 1-22-es, 1-23-as arányú 100 kilométerek is lesznek. Na tehát akkor igen, és az ott már a Menina, mögötte pedig, ó, hát ott már látszanak a Kamniki Alpok nyúlványai is. Szóval legurulok irány a Menina, ott már a Lipa hágó lesz a következő, az már kicsivel 700 fölötti, tehát akkor 100-ast megint rá. Utána a Črnőec, ami meg már 900 fölötti. Ajjaj, na gyerünk, gyerünk! Na oda nézzetek, most itt egyszerre két dolgot is akarok mutatni. Az egyik, hogy a Lipa hágó előtt lesz még egy kisebb hágó, egy 540-es. Vácséről legurultam olyan 300-ra, onnan vissza 540-re. Nem is lesz túlságosan egyszerű. Jó, hát nem annyira magas. Persze. A másik meg az, hogy jelentősen változott az előrejelzés a negatív irányba. Több csapadékot és nagyobb intenzitással mondja most már. Hát, örülök, örülök. És még alagút is van, derühellem. Gyorsan túl leszek rajta, remélem. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy legurultam a Száva-hegységből most már azért jócskán. Kigurultam belőle. És ez itt mellettem már a Menina, és a Meninának tulajdonképpen a keleti végződése,
Lipahágó, ahova fölmegyek, tehát ott érem el a Meninát, ott keresztezem is tulajdonképpen Menin a keleti részét, aztán leereszkedem. És akkor 138-9 kilométernél lesz a következő ellenőrző pont, Gornyigrád városa, annak a tábláját kell majd fotózni. Az már a Črnövec hágó alatt lesz, 900 méteres hágó, az már komolyabb lesz. Ez akkor Vranszkó falvacskája, és irány a Lipa, oda süssetek milyen hegyek. Menina. Ez is eléggé magas hegységi jellegű, de ez már megérdemeltem, mert van 1500 méternél magasabb csúcsa, a Vivodnik. Innen nem is olyan messze. És föl is értem, tehát Lipa hágóhoz jó meredek. Volt benne egy-két szerpentin. Van ilyen kis egyszerű táblácskája is itt. Lipa hágó, azt hiszem 7-22. Az van oda írva, igen. Jó. Hát nem pihenek, majd pihenek gurulás közben. Na szóval, innentől kezdve durvul be a dolog. Most tartok 120, majdnem 128-nál, de 1940 szintnél. Most hirtelen nagyon beindultak a szintek. Első 100 nem volt egy erős, utolsó 100 sem lesz, a köztes 400 lesz nagyon kemény. Már benne vagyok ebbe. Egyébként ezzel a lipahágóval kezd durvulni nagyon a dolog. És ennél csak keményebb lesz, még mindig. Hát oda nézzetek. Egyébként azt nem mondtam még, hogy ahogy jöttem, Vranszkóig viszonylag kevés szakaszt ismertem, kevés szakaszt jártam be korábban, főleg ott a Száva-hegységben, de most már teljesen olyan helyeken vagyok, ahol nagyon sokszor ezek ilyen fő útvonalaim, ha úgy tetszik. Ezt a Lipahágót is nagyon szeretem. Még itt aludtam is fönn, többször ilyen többnapos edzőkörökön itt bivakoltam. Na, irány Gornyigrád, következő ellenőrző, pont 10 kilométer. És itt van a tábla is, Gornyigrád. Na, megcsinálom gyorsan a fotót. Gyerekek, olyan ellenszelem van. Hát fordult a szél. Hú, totál szenvedés. Totál. Úgy leesett a vércukrom, szerintem irány a petrol. Megnézem, van-e valami. Innivalót egyébként is kell vennem. Legfeljebb kajálok valamit a városkában. Na szóval Gornyigrád, nagyon szép. Nem volt nyitva már a benzinkút, úgyhogy sürgősen találnom kell valamit. Valami beszerzési lehetőséget. Innivaló kéne. Kút is jó lenne, és ott van egy, csak nem tudom, jó-e. Na szóval, megálltam egy 40 percre pizzériában kajálni, annyira éhes voltam. Kávéztam is egyet akkor már. Aztán azért lett belőle 40 perc, talán 45 is, mert egyszer csak befutott két olasz kerékpáros, és ők is a Superrandőnél Szlovéniát csinálják, csak ők Nova Goricából indultak, tehát már jóval több van bennük. Na hát akkor most, tehát annyira leesett a vércukrom, muszáj volt enni valamit, de most gyerünk. Hát senki ne gondolja, hogy a Črnövec nem szivatós. Hát itt is vannak szerpentinek, nem is olyan rég jártam erre áprilisban, csak az ellenkező irányból, tehát itt gurultam. De a meredekségnél most a szél is nagyobb ellenfél. Hú, ez a szél. Már megint a szél ellen kell küzdeni. Föl is értem. Ez itt a Črnövec hágó. Lehet, hogy erről az oldalról nincs táblája, de egyébként itt van.
valamelyik ezek közül. Nem ez? Akkor ez. Igen, Csinövec 902. Ó, és kezdődik a harc a szélle. Na most egy nagyon picit legurulok, aztán a következő ellenőrző pont itt van néhány kilométerre, de az már 1000 méter fölött lesz. Egy kicsivel. Tehát innen egy picit legurulok, és onnan kiindul egy másik hágóút. Egy magasabb. Podvoloviek felé. Ugye említettem a rajtnál, hogy írták a szervezők, hogy vigyázni kell, mert bizonyos utak le vannak zárva. És ugye próbáltam utána nézni azoknak, amelyek tényleg le vannak zárva. Tehát nem csak így ideiglenesen. És ez volt az egyetlen ilyen. És hát ez fel is adta rögtön a leckét, de aztán kiderült, hogy le van teljesen zárva ez a szakasz, de csak hétfőtől péntekig. És péntek estétől hétfő reggelig megnyitják. Úgyhogy most tudtam jönni mákomban. 1000 méter fölé értem túrán először, méghozzá 1014 méteren vagyok. Ilyen magasságban voltam a múltkori ezres BRM-en is. Ez volt a csúcsmagasság. És akkor az esti kilátás így ezerről, illetve kicsit följebb is vagyok. 8 óra múlott, tehát 10 órája vagyok úton, és már több mint 150-et mentem. Na most a terveim szerint 10 órát 150-re. Na szóval, akkor még egyszer, terveim szerint 10 órát szántam 150-re. Kimondtam, lassan, kényelmesen jöttem. Egyébként mennyi szint van ebben? Sok. Már 2700 felé közeledem. És itt van Voloviek 1029. Ez így a hágó így visszatekintésben. Fölhúztam a hosszú ujjum ezt, mert hűvös van, és most nagy gurulás jön. A következő hágó a Pavlicsévó szedló 1300 fölötti. Az már sötétben lesz. Lesz egy jó kis sötét szakasz Ausztriában, aztán visszakanyarodom Szlovéniába. Izgalmas éjszaka lesz. Jó kis esti ereszkedés. Már nem sokáig tudok filmezni, mert éjszaka csak néha-néha egy-egy pici snitt erejéig. De most még meg tudom mutatni, hogy ez már nem a prealpok, vagyis előalpok, ez már az Alpok. Az igazi magashegyi tekerés kezdetét veszi, és éjszaka. Gyönyörű az este, kicsit hűvös, de mondtam, hogy az Alpok. Igen, ez itt a Kamniki Alpok, ami felé megyek, és ott mászom meg a Pavlicsévó szedlót, ami a legmagasabb hágója lesz eddig a túrának. 1300 fölött lesz. Lesz annál magasabb hágó is. De hát már sötétben nem nagyon fogom tudni megmutatni nektek a környezetét. A Kamniki Alpok egyébként egy monumentális hegység. Ugye ott a legmagasabb csúcsok 2500 fölöttiek. Szóval egy monumentális mészkő, szikla paradicsom gyakorlatilag. Szikla tornyok emelkednek ki belőle. De aztán a Juliai Alpok az már nappal lesz, azt meg tudom mutatni. Persze esni fog az eső állítólag, na de az nem fog engem visszatartani, meg attól se, hogy megmutassam. Itt a Savinja partján, ezt a hangulatos helyet találtam, 5 percre megállok. Lehet, hogy lesz belőle 6, ez az utolsó hely, ahol még tudok kávét inni. Bedobok mellé koktát, aztán rohanás.
Ez egyik legszebb rész, gyerekek, ilyen gyönyörű szikla alakzatok között, mély szurdokvölgyben jövök a Savinja partján, a Szávának egy mellék folyója. Na egyébként azért is meg akartam állni, mert olyan rendesnek tűnt a srác, aki bent volt. Mondom, oké, gyorsan, akkor ez az utolsó lehetőség egy kávéra, de egyébként, hogy megkértem, hogy töltse már meg a kulacsaimat vízzel, hogy legyen. Úgyhogy ez is egy fontos szempont volt, amikor a megállás mellett döntöttem. Kicsit több lett, mint 5 perc, lett 9, de nem baj, mert van most folyadékom, meg még kávéztem is egyet. Na gyerünk, nyomjuk! Mióta semmi nem volt itt a Hágó úton, már 1000 fölött vagyok egyébként, aztán már jó ideje hallom itt a zenét, hát itt valami nagyon nagy buli van. Sok ház nincs egyébként itt a környéken. Világít a hold. Na, fölértem a Pavlicevo szedlóra. 1335-öt mutat a GPS. Pavlicevo szedló, itt van a tábla. 1338. Hát most még persze följebb jöttem. Egyébként nagyon szivatós, mert most az osztrák oldalon, ott a tábla, Kenten, Karintia, tehát itt a határ. Az osztrák oldalon most egy picit kell gurulni, aztán ismét folytatódik az emelkedő, majdnem 1400-ra fölmegy. Hú, hát ez volt eddig a legkeményebb, nem csak a legmagasabb, a legkeményebb is. Zsinórban egymás után voltak a 12%-os táblák. Nagyon meredek volt. Na és hát akkor egy rövid osztrák szakasz. Rövid, de hát nem ilyen 1-2 kilométer. Jó néhány emelkedő lesz benne azért. Na, egy nagyon icipicikét azért meg is álltam. Eszem valami édességet. 190 kilométernél vagyok, és 3500 szintnél mindjárt. Na most nagyon beérte a szint, a távot. Most ezt úgy értem, hogy ott 100 kilométernél azért még nagyon, nagyon kevés szint volt azon a távon. Most meg már ugye 200 kilométerre majdhogy nem számolhatok, mert ugye most oké, jön még egy emelkedős rész, de utána meg egy hosszú ereszkedés, tehát most már számolhatok gyakorlatilag 200 kilométerrel, mert nem sok idő kérdése. Tehát az egyharmada a távnak, és egyharmada a színnek is. Tehát, hogy most már itt tartok. Na, kemény volt. Jövök itt az éjszaka közepén, és azt akartam mutatni, hogy Scheida Sattel 1069. Ez itt Ausztriában a hágó, és egész komoly szint volt benne, mert 500-ig legurultam a Pavlicevóról, és akkor onnan ide, hát a teteje ennek is 12%-os volt. Hú, mennyi az idő? 1 óra 40. És 4000 szint fölött vagyok már. 220 kilométer. Van itt a hágóban ez a kis pihenőhely. Ledőltem, aludtam egy kicsit. Na, megyek is tovább. Legurultam Ferlachba. Mindjárt célba veszem Szlovéniát. Hát gyerekek, esik az eső. És igen, komoly esőket jósolnak az elkövetkezendő órákra. Kimondottan komoly esőket. Megváltozott az előrejelzés. Már korábban is ezt mondtam, de most még jobban megváltozott. Hát ez nagyon tragikus.
Hát nem nagyon tudok más tenni, mint menni. De hát... A fene vigye. Egyre jobban esik. Loibl Pass, Szlovénia, 12 kilométer. Na, erre kell mennem. Na, emberek, ömlik az eső. Ömlik. Nem esik, hanem ömlik. Ugye milyen jó, hogy nem hoztam el a poncsómat, amit ilyen kiegészítőnek szoktam használni nagy esőben. Nem hoztam el, mert hogy csak futó záporok várhatóak, azok se biztos. És ömlik. És nem is az a baj, hogy ömlik, hogyha mondjuk egy órán keresztül tenni, de ilyen 3-4-5 órán keresztül az előrejelzés szerint. És tényleg, tehát nagy intenzitással egész egyszerűen szakad az eső. Na, egy esőszünet. Az ég kékje is kivillan, meg a karavankák csipkés hegylánca karcolja a felhőket. Ez lehet, hogy mindjárt jön az újabb adag, mert nagyon azt jósolja az előrejelzés. Hú, de megáztam. Nem baj, vagy most megszáradok. Hát mielőtt megint megázom. Hú. Egy csipkés gerincek, tényleg. Na, ott az alagút. Hát földrajzi értelemben nem igazi hágó, mert alagutas hágó. 1068 méter magas. Loibl hágó. És a túra eddig legkeményebbje, ezt azért meg kell mondanom. Tehát nem ilyen 10-12, mint az eddigiek, hanem ilyen 12-15. Ha 10% volt, akkor már pihenő szakasz. Összefüggő ilyen több száz méteres szakaszokat csak kiállva tudtam. Szóval nagyon durva volt. És egyébként tényleg ilyen legendásan kemény a kerékpárosok körében. Nem voltam még soha, nem másztam meg még, csak tudtam, hogy elég durva. Na, hát maga az alagút, Loibl tunnel, 1,5 kilométer. Nem szeretem az alagutakat. Tényleg jó hosszú. Szerencsé, hogy nincs nagy forgalom. Úgy lenne gáz. És itt a másik oldal, ami már Szlovénia. Sőt, hát tulajdonképpen már benn az alagútban megtörtént az országváltás. Na, mikor jön a következő zuhé? Akkora kéne időzíteni a kávézást. Ez Bistrica pri Tržicu. Itt van a 6. ellenőrzőpont. A 7. már Kranjska górában van. Most vagyok 265 kilométernél, majdnem 5000 méter szintnél. 310 körül lesz Kranjska góra. Kiváló pékséget sikerült találni itt a város szélén. Vettem is egy ilyen sajtos cuccot, meg két fánkot. Reggelizem egyet. 6:30. Jó, 20 órája vagyok úton. Viszonylag jól állok. Hát jó. Az eső nem hiányzott. Remélem nem lesz túl nagy folytatása. A folytatásban, hát miután nagyon jót kajáltam a pékségben, illetve a pékséggel szemben volt egy kávézó is, úgyhogy azt is megejtettem, de a folytatásban föl kellett kapaszkodni ide a hegyoldalba.
Kranjska Góra irányába. Látható, hogy a júliai Alpok irányában az ott nem túlságosan szép az időjárás. Előttem a júliai Alpok írdatlan hegytömege. Keresztül is kell kelnem rajta majd. De hát felhőben úszik minden. Meg a hegyek fölött is felhők vannak. Az előrejelzés szerint meg esni is fog. Gyorsan azért szeretném összegezni az éjszakát, az éjszakai tekerést. Nagyon jó volt egyébként. Órákig nem láttam autót. Voltak szakaszok, teljesen enyém volt az út. A vége, na az lett egy kicsit szívás, de még így sincs egy rossz szavam se igazából, sokkal rosszabb is lehetett volna. Beharangozott 3-4 órás eső helyett 2 órányi eső volt. Igaz, hogy abban nagyon komoly ilyen szakadó ömlő periódusok, azok tudarul átáztattak a szivacs betét a gatyámban, most próbál száradni, az is tiszta víz. De még így is azt mondom, hogy hát ez is kellett a kalandhoz. Átkeltem a karavankákon. Szóval magas hegyi viszonyok. Ez benne van a pakliban. Jesenicében ráálltam a D2-es kerékpárútra, ami az Alpok-Adria útnak a szlovén szakasza tulajdonképpen. Egy mellékvonal, Tarvisióban ágazik bele a fővonalba. Nagyon hangulatos, nagyon szeretem. Utoljára decemberben voltam egy téli Alpok túrán. És az oké, hogy az olasz szakasz igazából a híres meg a látványos, de azért itt is vannak érdekességek. Például hidak, egyebek, és a híd most éppen, mindjárt mutatom, ciao, a Száva Dolinka fölött ívelt át. Tehát az egyik olyan kis hegyi folyó, amiből a Száva maga kialakul, ugye? A Száva Bohinka és a Száva Dolinka, és ez a Dolinka. Tehát ismét a Száva megjelent, illetve Baba Száva. De örülök neki. Rendesen elerett megint. Úgy is akartam tartani egy ilyen 3 perces szünetet. Beállok ide. Aztán Kranjska Góra már nincs messze, ott megiszom egy kávét. Hát már megint úgy szakad, mint a Dézsából öntenék. Na most már tényleg, mint a Dézsából öntenék. Leparkíroztam ide a gépet párkány alá. Én meg beültem egy forró kávéra. Eszem is valamilyen kicsit, valami pirítóst ajánlottak. Most kéne indulnom a Vrisics-hágóba 1600-ra. Hát vicces. Vártam egy kicsit, megittem a kávémat, megettem azt a meleg szendvics-szerűséget, amit hoztak. Aztán az eső elállt, úgy döntöttem, nem várok tovább. Nem ültem bent olyan sokat, mindössze fél órát. Mutatom a táblát is. Aztán el is indultam, hogy ebben az esőszünetben legalább elkezdjem. 1611 méter Vrisics, legmagasabb közúti hágó Szlovéniában. Igazi alpesi környezetben, ami most nem nagyon látszik a felhőktől. Minden felhőkben úszik. A szerpentin kanyarok macskakövesek, kicsit nehezíti a dolgokat így országútival.
valamint számozottak is a kanyarok, de 4-es és 1047 méteren vagyok már. Annyira nem volt ez nehéz, mert Kranjska Góra olyan 800-on fekszik, tehát 800 szint körülbelül onnan a Rizsics. Kezdenek eloszlani a felhők, oda nézzetek! Ez a Júliai Alpok. És mindjárt még a nap is kisüt. Nem kellett sokáig várni az újabb adagra, megint rendesen elerett. Amikor éppen ilyen jó fák vannak az út szélén, akkor nem annyira kellemetlen, de hú, már megint. És lassan 1500 felé közeledem már. Elborult megint azt a leborult szivar végét. Nem nagyon tudom egyenesbe tartani a kamerát, bocs, mert iszonyú meredek ám ez a hágóút. Ez nagyon kemény hágóút, gyerekek. Déli oldala is, meg ez az északi is. Déliről voltam már egy, talán 4-szer is. Északiról ez a harmadik rászásom. Nagyon kemény. És itt vagyok, illetve pár pillanat kérdése csupán. Hát, fincsi volt esőben. Reggel 4 óra óta az esőről szól az SR 600. Képzeljétek, volt egyszer úgy itt fönt, hogy hófalak voltak még itt. Hófalak között jöttem. Igaz, akkor nem esett. Nem sütött a nap. Fölsétáltam ide a menedékházhoz, mert itt volt párkány, ami alá be tudtam tenni a gépet. Nem ez volt a probléma, hanem hogy fel akartam húzni a hosszújú mezemet, meg rendesen fel akartam öltözni. Nem bírtam a szakadó esőben. Teljesen rácsúszott a hágóra a felhő. És írdatlan nagy hegytömeg, meg mindenfelé, de nem látszik a rengeteg felhőt, azok itt mennek át, úsznak át a hágón. Meg kell kezdenem a gurulást. Az a baj, hogy nagyon jó időbe fölérkeztem. A tervezetnél hamarabb, jóval hamarabb, szépen kitoltam. De ez így nagyon cudar. Úgy döntöttem, hogy elindulok, mert ha itt állok, csak még jobban kihűlök. Ez nagyon piszkosul, de mocskosul kemény ereszkedés lesz. Ez most mocsok kemény ereszkedő. Talán egyszer volt ennél keményebb, akkor 2300-ról ereszkedtem havas esőben. De iszonyú hideg van most is. Iszonyú hideg. Na srácok, na képzeljétek, ezelőbb úgy szakadt, hogy az orromig nem láttam. Szerintetek ilyen helyzetben érvényes a feladáson gondolkodni? Nem tudom, mert én nem gondolkodom rajta. Egyáltalán nem. Na most éppen nem szakad, csak esik. De a nap is süt közben. És oda nézzetek, itt a Szócsa. Vagyis az Isonzó. Itt vagyok az Isonzó völgyében. Elég komolyan néz ki a völgy. Ott nagyon esik Bovesz környékén. Ott megy az a narancssárga kabátos rác kerékpárra, most már nem most megint látszik. Na ő az egyik olasz résztvevő, akik Novagoricából indultak. Hát jóval korábban, mint én. Tehát nem ugyanakkor aztán utalértek, ne, jóval korábban. Na és... mit akartam mondani? Igen, ez a srác
Olaszországban szervezi a Super Randonneur versenyeket. Hát több is van Olaszországban. Legalább kettő, ha jól emlékszem. Totál monszun van. Megint most állt el. Ömlött, szakadt. Ki tudja, meddig lesz ilyen most megint. Az előzőek alapján egy ilyen negyed óra, 20 perc, aztán fél óra ömlő eső. Na mit mondtam? 10 perc kellett neki, és már megint szakad. Reménytelen. Ez, gyerekek, reménytelen. Bejöttem Bovesbe, hogy keressek egy nyitott pékséget. Találtam is, ettem egy pizzaszeletet, ittem egy kávét is. Na de most gyerünk Kobaridba, aztán pedig jöjjön majd az egész túra legkeményebb mászása. Ezt így mondom most a Vrisics után. Nem az volt a legkeményebb. Az bődületesen magas volt, kemény volt többihez képest, de a legkeményebb most jön. Most írja a telefonom, hogy heves esőzés a környéken. Hát vettem észre. Én találkozom egy csomó csomagos kerékpártúrázóval, bikepackinges, tehát ilyen kicsit ilyen lightosabb setup-pal, vagy klasszikusabb, tök mindegy. És két amerikaival beszélgettem, együtt kávéztunk Bovesbe. Hogy megbeszéltük, hogy hát nem egészen erről volt szó az előrejelzésben. És gyerekek, hát egyszerűen vicc az egész. Olyan, hogy gyakorlatilag órák óta arról van szó, hogy a következő órában már eláll. És a következő órában igazából csak rá erősít a valóságban. Órák óta ömli. Itt lenn még, jó, hát itt is kellemetlen, de fönn a Vrisicsen, meg a gurulás. Hát az életre szóló élmény volt. Megérkeztem Kobaridba, aminek a neve lehet, hogy főleg csak annak mond valamit, aki sokat jár a környéken. De a régi olasz nevét mondom a településnek, Caporetto, akkor már lehet, hogy néhányan felkapják a fejüket. Ugye 1917 őszén itt történt meg a Caporettói áttörés néven, aztán a később történelem könyvekbe bekerült offenzív az osztrák-magyar haderők részéről, nem kevés német segítséggel. Pontosabban nem csak itt, hanem az isonzói fronton mindenhol, de itt volt a legkoncentráltabb a támadás. Kiálltam egy kicsit a benzinkútra. Na, nézzétek, itt még vannak első világháborús ágyúk is. Mert hogy egy kicsit le akartam vetkőzni, nagyon sok minden volt rajtam. Az ereszkedéshez. Hát gyakorlatilag minden ruha rajtam volt. Most viszont megindul a nagy mászás. És hogy lehet az, hogy ez lesz a legkomolyabb mászás? Ez nagyon egyszerű. Miközben mutatom itt ezt a nagy hegyet, Kolovrat gerinc. Ide fogok fölmenni. Tehát, hogy lehet, hogy ez a legnagyobb mászás, miközben a legmagasabbat megmásztam. Az is nagyon kemény volt. Hát 11 kilométeren 800 szint. Na igen, de most nagyon-nagyon legurultam. Emlékeztek, mondtam, hogy 800-ról kezdtem a Vrisicset. Most meg 200 méterre gurultam le, 200-ra. És innen megyek föl 1100-ra. Mutatom is a táblát. 12 kilométer, tehát 900 szint. Hasonló kategória a Vrisicshez, de
szerintem keményebb. Nagyon, nagyon brutális. Már most az elején jócskán 10% fölött van a meredekség. Ez bizony oltári kemény. Oda süssetek, hogy kisütött a nap. Ez itt Livek. Kis falu. Az emelkedő. Hát már nem is a közepén, annál följebb. Át lehet kelni Olaszországba, teljesen az olasz határ mellett jövök. Itt van előttem a másik olasz résztvevő. Most ő is így előkerült. És egyre följebb. 700 méter fölött vagyok már. Még egy jó 400 szint. Egyébként nagyon jó időt hozok. Hozom a tervezettet, sőt annál egy kicsit jobbat. Csak hogy senki ne gondolja, hogy a falu fölötti felső szakasz az Piskóta. És ugye ott van 2 kilométer, de 2 kilométer múlva meg lesz megint egy ilyen tábla. Ismét 1000 fölött, és most délfelé kilátás, ahol ellaposodik a júliai Alpok tenger irányában. Igen, és ott a tenger is. A messzeségben a horizonton látszik az Adria. Ez, amit mutattam az előbb, mellettem, odalent, ez már természetesen Olaszországhoz tartozik. Mellettem gyakorlatilag Olaszország van. Na azért csak tudok néhány snittet mutatni nektek erről a gyönyörű júliai Alpokról. Napsütésben. Átjöttem most a Kolovrád gerincnek a keleti oldalába, vagy a Szlovénia felüli oldalába. És hogy ez a Kolovrád gerinc miért annyira híres? Mert hát persze sport szempontból sem lebecsülendő. Én mondtam, hogy Caporettói áttörés során az osztrák-magyar-német csapatok meglepetésszerűen offenzívát indítottak az isonzói fronton az olaszok ellen. Órákon belül összeomlott az olasz front, de azért néhány állás kitartott egy darabig. Például itt a Kolovráton az olaszok néhány napig sikeresen ellenálltak, de aztán legyőzték őket. Itt is van az ellenőrző pont, a szabadtéri bemutató helyen, ugyanis itt helyrehozták a bunkereket, egész bunker hálózat van a föld alatt, meg lövészárkok. Ja, egészségemre. De nagyon jó, nagyon frankó, egyszer bejártam, az egyik filmemben benne is van, és akkor itt a kilátás az isonzó völgyére, ugye onnan érkezett a támadás. Nem csoda, hogy kitartottak egy darabig, mert nem lehetett egyszerű ezt megostromolni. El is indulok, tervezetnél egyébként egy jó órával korábban értem föl. Na de azt nem mondtam el, és el kéne, hogy itt a 9. ellenőrzőpontnál, ha jól számolom, a 9. volt ez a Kolovrát. Itt vagyok most 395 kilométernél, és majdnem 7700 méter szintnél. Jól legurultam 200 alá, jócskán 170-re Kolovrátról. Tehát a következő hágom 600 valahány méter magas, itt lesz. Ott fönt valahol. De nem magas, de hát azért mégiscsak lesz benne 500 szint. Csepovan, úgy hívják a hágót. Estére jó lesz. 645 méter magas volt ez a kis hágó. De és akkor most irány Novagórica, és a 11-es ellenőrző pont az 460 valahánynál lesz, most 426-nál vagyok. Lehet, hogy közben keresek egy alvóhelyet. Megérkeztem Novagóricába.
nem közvetlenül, hogy így fogalmazzak, mert hogy 2 órára kiálltam aludni egyet. 3 óra lett volna a stratégiámban, tehát múlt éjszaka 1 óra, most 3, de arra nem lett volna idő. 2 óra, ez is nagyon jól esett. Nova Gorica, alig vagyok 100 méter fölött, tengerszint feletti magasságban, tehát ez eddig a legalacsonyabb pont, abszolút minden rekordot megdöntve. Ennyire nem gurultam le még soha. Hajdani vasúti alagút, kerékpárúttá alakítva, Nova Gorica belvárosa mellett a vasútállomásnál egyébként. Nagy felújítások vannak itt a vasútállomásnál, itt jött el a trek, de hát nehézkes volt. Azért itt Nova Goricában azt is célszerű elmondani, hogy nagyon-nagyon más a település képe, mint az eddig megszokott. Nagyon mediterrán már ez a város, hiszen itt vagyok a tenger melléken. Annyi helyzetjelentés így az éjszaka közepéről, innen Nova Gorica mellől, hogy kicsit 450 km fölött vagyok, kicsit 8300 méter szint fölött. Régen nem jelentkeztem be, hát nagyon kellemes volt az éjszakai tekerés. Autóval szinte egyáltalán nem találkoztam. Kis emelkedők, kis lejtők ezen a szakaszon. Ezek voltak jellemzőek. Lassan föl kell a nap is. Megkezdődik az utolsó nap, illetve hát ugye kora délutánig fog tartani a dolog. 60 órás a szintidő, tegnap megbeszéltem az olasz fickóval, régen 55 volt, de aztán néhány éve központilag minden szuperrandőnélnek megemelték 60-ra, hogy teljesíteni lehessen, sokan nem tudták. Állítólag. Na mindegy, én magamra az 55-öt tartom érvényesnek, a régit, amiben voltam is, aminek a tudatában voltam. Hát gyerekek, minden mediterrán. A házak stílusa, a kertek, a nagy szőlők, minden mediterrán jellegzetességeket tükröz. Gyerekek, lehet, hogy lehet hallani, meg már tegnap is este lehetett hallani a hangomon. Reket vagyok, meg néha nem tudok úgy beszélni rendesen. Hát gyerekek, én eléggé lebetegedtem. Tegnap előtt este is éreztem, de akkor még úgy kontrollálni tudtam. Tegnap a 2 nagy megázás után. Hú, gyerekek, torokfájás, ordugulás. Szerintem, hát lázam nincsen, de hőemelkedésem tuti van, szóval nagy küzdelem ez így a végére. Nagy küzdelem. Teljesen lebetegedtem. Már a héten olyan diszkomfort érzésem volt, mert indulás előtt elkaptam valamit valamelyik tanítványomtól. Oda nézzetek, ez is milyen mediterrán falvacska. A sok alpesi után mediterrán vidék. 12. ellenőrzőpont után vagyok, és gurulok le abba a szép nagy völgybe, Ajdovcsina településre, ami egyébként az egyik kedvenc városkám Szlovéniában. Látható volt az előbb talán, ha nem, akkor lehet, hogy mindjárt látszik meg én, hogy a völgy túloldalán baromi nagy hegyek sorakoznak. Ajdovcsina, igen. Szóval baromi nagy hegyek, és meg is kell mászni őket. Következő hágóm 800 fölött lesz. Érdekes adalék, hogy a 12. ellenőrző pontnál
meglett az 500 kilométer, és a 9000 szint is. Annál egy kicsit több is. 9100. Sőt, azóta meg már másztam is egy picit. Közeledem a 10000-hez. Na, kimásztam a Vipava völgyből, Ajdovcsinából. Megmásztam ezt a 800, azt hiszem 854-55 volt a teteje hágót. És már gurulok is le a túloldalon, megyek Idria felé. Nem nagyon filmeztem, mert már így azért kicsit már... Hát harcos már ez a vége. Szóval megvan a 10000 szint, és nem sokára 530-nál leszek kilométerben. Azért a tegnapinál sokkal jobb az idő. Azt számolgatom éppen egyébként, hogy körülbelül mikorra érhetek vissza Ljubljanába. És Idria 13. ellenőrző pont. Vannak azért még a végére mocskos, kemény emelkedők. 700-valahányra vezet. De hát 10%-os. Meg még annál is durvább szakaszok vannak. Az ott lent Idria. És ez alig néhány kilométer volt. Csak ennyire meredek. Hú! Jó régóta nem filmeztem, de igazából azért, mert nem is nagyon tudok. Köhögök, prüszkölök egyfolytában. Még beszélni is alig tudok igazából, ez az oka. És már visszavánszorgom Ljubljanába, az tuti biztos. Veszna Obcsina, Ljubljana. Na, hát itt vagyok már Ljubljana peremén. Bár most így a domboktól, meg a fáktól nem látszik annyira. Na, benn vagyok Ljubljanában. Akkor a út lezárás volt az előbb, hogy szerintem egy jó 4 óra 20 percet hosszabbítottam. Mindegy, most már lényeg, hogy itt vagyok. Na, és most már csak néhány méter. Hát ez kemény. Kemény egy teljesítménytúra volt. Egyébként is kemény volt, de ez a tegnapi időjárás. Hú! Hát ez valami hihetetlen. Meg ez a betegség, hát gyerekek, hát teljesen betompultam. Taknyom, nyálam egybefolyik. Azért is nem mutatom magam, nehogy kitörjön az orrom, mint egy gejzír. Na srácok, ez csak egy rövid elbúcsúzás lesz. Szóval kegyetlenül élveztem ezt a Super Randonné a 600-ast. 51 óra 07 perc alatt értem vissza. Bőven, nagyon bőven szintidőn belül. Viszont azt el kell mondanom, hogy eredetileg 48 órát terveztem, de hát ez így nem. Ez így nem. Annak örülök, hogy bent vagyok a célban. Hú. Hát innen nem tekerek most haza. Ó, teljesen be vagyok dugulva, meg fáj a torkom, mint hogy egy tüdös paráz lenne a garatomban. Júj. Na hát így még keményebb volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem, találkozunk még egy másik videóval is. Sziasztok!